Köszönöm.
Yeah.
Kedves testvérek, dicsőség Jézus Krisztusnak! Végre kivívja az Úr Jézus tanítványait Betániába, az olajfák hegyére. Tesz szerint fölemelkedvén a magasba, megáldja őket. Az Úr Jézus búcsúzik újra. Elköszön tanítványaitól. Elbúcsúzik, és már többé nem látják őt, tanítványai. Talán azt kellett volna tenniük, újra meg kellett volna rettenniük, újra meg kellett volna ijedniük, tele kételyekkel kellett volna visszatérni Jeruzsálembe. Mégis azt halljuk a Szentírásban, örvendezve térnek vissza tanítványai a templomban mindenkor áldva és dicsőítvén az Istent. Ezen a csodálatos szép ünnepen, kedves testvérek, el kell gondolkoznunk azon, hogy minek is örültek a tanítványok. Miért nem örültek ennyire pont a föltámadáskor? Miért nem örültek akkor, amikor velük járt az Úr Jézus, tanított, csodákat tett, és ez az öröm nem tudta megszállni a lelküket, mert amikor próbatételé kerültek, akkor megrettentek és félni kezdtek. Az Úr Jézus Krisztus tanítványnak meg akarta változtatni, amit meg is tett, hogy másképp nézzék az Isten tettét és csodáját ebben a világban, és a bizonyos dimenziókban próbálják megérteni, hogy mit akar az Isten az embertől. Ezek az apostolok, akik ott vannak az Úr Jézus mellett, akik hallgatják az ő szavát, mindig csak a múlt és a jelen dimenziót akarják megérteni. Ebben a két dimenzióban akarják fölismerni az Isten országát. Jézus Krisztus is mindig a múltról is beszél. Beszél a prófétákról, beszél Mózesről, beszél mindarról, ami az Ószövetségben bizonyította az Isten jelenlétét. De minden csodája is tette a jelenben, mindig előre akart mutatni a harmadik dimenzióra, a jövőbe, az Isten országába. Az apostolok nehezen akarják fölismerni és megismerni ezt a harmadik dimenziót, hogy mindaz, ami volt a múlt és a jelen, azt a jövőben kell megvalósítaniuk, és nem e világi dolgokra kell gondolniuk. Ezért van az, kedves testvérek, hogy az apostol, amikor elérkezik a búcsú beszédéhez, mikor elköszön tanítványaitól az Úr Jézus, ők nehezen tudják megérteni, fölfogni, hogy mit akar üzenni az Úr Jézus Krisztus. Gondoljunk bele, milyen szomorúak a tanítványok az utolsó vacsorán. Elmondja nekik, én elmegyek tőletek, de ti tudjátok az utat, és majd követtek engem. Ugye megszólal Fülöp, Uram, hová mész? Nem tudjuk, hová mész, hát hogyan követhetnénk téged? Sőt, Péter ugye folytatja, Uram, bárhova mész te, én mindenkor követni foglak téged. Mindezek a nagy szavakban, amik megtörténnek ott az utolsó vacsorán, az apostolok azt a jelent akarják megvalósítani, abban a percben akarják érezni az Istennek országát ott helyben. Ezért történik mindaz meg, mikor az Úr Jézust keresztre feszítik, akkor szemük előtt csak a múlt, és azaz a pillanat jelenik meg, ami eléjük tárul és látnak. Nem tudják elképzelni Istennek a művét és tervét, hogy az Isten országát hogyan kell elnyerniük. És az Úr Jézus föltámad után is próbálja őket biztatni, újra-újra közéjük megjelenni, próbál beszélni nekik az Isten országáról, és olyan nehezen tudják elfogadni a jövőnek a jutalmát.
Mert ennek a ténye, a megvalósulása éppen mai ünnepen teljesedik be. Az apostolok már nem megrettenve félnek, hanem öröm az, amit Jézus Krisztus ígért nekik. Az az öröm, ami igazságnak tartják, hogy az Isten országa az embernek ajándékoztatik, ez a mennyeknek országa az az öröm és remény, ami betöltötte, betöltheti az emberi szívet, hogy úgy élje meg a múltat és a jelen, hogy mindig előre tekintsen. Ez az öröm hatotta át az apostolokat ezen az ünnepen, hogy Jézus szava ígérete beteljesedik. Hogy nem evilági országban van az Isten országa, hanem a mennyei atyának házában van az Isten országa. És mikor nekünk, kedves testvérek, ez az ünnepen összegyűlünk, akkor valahogy nekünk is meg kell változtatni a mi nézetünket, a mi nézésünket a saját életünkbe, hogy hogyan kell szemlélni az Isten országát. Nagyon fontos, hogy végig tekintsük talán így a múltat. Belegondoljunk abban a múltba, amit örököltünk mi. Főleg ti, kedves dédaiak, akik ezt a templomot az Úr Jézus mennybetének ünnepére szenteltétek föl. Értékelni a múltat abban, hogy mit tettek őseitek. Fölismerték, hogy minden emberi gondolkozás és minden emberi gondteher, ami nyomja az ember vállát, mégis meg kell tanuljuk fölfele nézniük. Mert akik itt laktak ebben a Dédában, akik a múltat megfaragták, azok ajándékozták nektek ezt a templomot. Mindig olyan elkeserítő gondolat, ugye, kedves testvérek, hogy talán nekik jobb volt az életük? Talán könnyebb volt az életük? Talán nem voltak megpróbáltatásaik, nem voltak gondjaik, nem voltak nehézségeik, hogy ekkora templomot tudjanak felépíteni? Mondhatnánk, jobban éltek? Jobb volt az élet körülményeik? Nem, kedves testvérek, nem hiszem, hogy így van. Mindenek ellenére ők mégis úgy döntöttek, hogy templomot kezdenek el építeni. Ez a múlt, ami gyökerezik abban, hogy akkor is, akik úgy érezték, hogy az örömöt, hogy az emberi életben itt, ami a legfontosabb, hogy eltöprengni, hogy bármit tesz, az abban a jelenben, az kihat majd a jövőre is. Arra a jövőbe, amit mi élünk most meg. Arra a jövőre, amiben megváltoztatja egy közösségnek az életét, és bátorítja arra, hogy legyen egy olyan Isten háza, amelynek tornya az ég felé mutat, és megpróbálja lelkületünket, a mindennapi életbe, szemléletünket arra, hogy fölfelé nézzünk, és arra gondoljunk, hogy mi a jövő. 19 évvel ezelőtt voltam itten búcsún, pont a búcsú emléken itt prédikáltam. Közel 20 éve, ha visszatetszenek emlékezni, akkor tetszettek átfedni a templom tetőt. A múlt, ami már közel 20 éve történt, az a múlt, amire tovább ösztönöz a jelenben, hogyan akarom átérezni és fontosnak tartani, hogy az én szemléletem a jövő generációnak adjon jutalmat, és a jövőbe nézzen, és megismerjem, hogy az Isten országa felé haladok. Kedves testvérek, ma nekünk kell, nektek kell eltöbrengni, hogy mi hogyan, és ti hogyan örültök ennek az ünnepnek. Nektek kell elgondolni, hogy ebben a jelenben, ami minden nap életünkben megteszünk, hogyan hatja, vagy hat ki a jövőre. Arra a jövőre, amiben most megélünk, de mégis gondolatainkban előre tekintünk, és Jézus Krisztus ígéretét akarjuk beteljesíteni. Mert olyan világban élünk egy kicsit, kedves testvérek, ami mindenre azt hangsúlyozza, vagy azt mutatja, hogy csak a mának élj. Minden, amit van, azt maragad meg, és ezt éld át. Az isteni evangélium, az örömhír egy jövőt akar mutatni. Nem ennek a világnak az örömét, és mégis feltétel annak, hogy ebben a világban való, vagy a jelen helyzetben való
tetteik, cselekedeteik határozzák meg a saját jövőnket is. Azt a jövőt, azt az ígéretet, amit kaptunk Jézus Krisztustól. Elnyerni az Isten országát. Nagyon fontosnak tartom, kedves testvérek, hogy itt, ma minden kedves testvérünk kicsit arra legyen gondolatai rávezetve, hogy a célunk mindnyájunknak ugyanegy. Hogy mi is részesüljünk abban az ígéretben, mint az apostolok fölismertek Jézus Krisztus mennybe menetére. Abban az örömben, hogy kihassa az életünknek azt a céljait, amit kitűzünk elénk, annak a jövő nemzedéke lássa meg gyümölcsét. Mert mindazt, amit megteszünk ma, ezt a jövőt fogja befolyásolni. Ugye a mi életünkben, és a jövő generációnak az életében. Nagyon fontos, hogy eltöprengjünk azon, hogy ez az ünnepen valóban ne csak a földi gondokat lássuk. Ne csak azokat töprengjünk, hogy milyen nehéz az életünk, és panaszoljuk el az Úr Jézusnak. Hogy mennyi keserűség van a mi életünkben, és nem tudjunk ebből, úgymond, örömet deríteni. Hanem gondoljunk arra, hogy Isten mit ígért nekünk, és mit akar ajándékozni, hogy az Isten országát elnyerni, az örök boldogságban eljutni az Isten országába. Az Úr Jézus Krisztus elbúcsúzik, de mi ígéretében teljességgel elfogadjuk, hogy mindenkor velünk lesz a világ végezetéig. Elfogadjuk annak tényét és örömét, hogy amit ígért nekünk Krisztus, azt elnyerhessük. Én elmegyek Atyám házába, és helyet készítek nektek, ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Az Úr Jézus elmegy, de mindörökké velünk marad, hogy bátorítson, hogy a mi igazi hazánk, és a ti templomotok is azt hirdeti, hogy nem e földön van, hanem az Isten országába, a mennyi Atyánál. Amen. Yeah.
népnek és nem lesz nektek, és nép érezek és adatik nektek, azért nyilván jöttetlen kívai karmatlan, írtél az a kegyelmedet szolgáljára, teljes jó kívánságaikat, őrít napjaikat, békés, csendes, egészséges és hosszú életet, mondjuk minnyájunk, hallgass meg minket, és Minden szándékosan vagyok, hogy azt mondom, hogy elkövetett.
Oh.
Szentlélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. És a Amen.
Mindnyájatokkal! Isten, Isten!
Yeah.
szentségedet, egy hálát teljesítő meg, szentelmeket adott, akik háladékesítő szeretik, te viszont dicsőd meg őket, Isteni előttel is, nehogy elünket, így benned bízunk. Ajándékod tégességet a te rivágunknak, egy házainknak, papjainknak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállva tőled a rivágosság atyától, és téged dicsőítünk, imádunk, neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökké. Nézőség minket!
figyelmezzünk. Mondá az Úr, kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert minden, aki kér, nyer, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Avagy kicsoda közületek az az ember, kitől, ha kenyeret kér fia, vajon követ nyújt-e neki? Avagy ha halat kér, vajon kígyót nyújt-e neki? Ha azért ti, holott rosszak vagytok, tudtok jó adományokat adni a fiaitoknak, mennyivel inkább a ti atyátok, ki mennyekben vagyon, ad jókat a tőle kérőknek. Dicsőítés, magasztalás, útból imákat ajánlunk fel a te fenségednek,
mély áldattal könyörgünk hozzád, tekints kegyelmesen a keresztjelre, melyet ti szolgáid erősítből, lángoló szeretetből, neked való kedveskedéből állítottak fel a te fiatsan, mi úrunk Jézus Krisztus győzelmének, s az emberi nem szabadságának, s megváltásának emlékeléül, s küldd el rá mennyei áldásodat, teljes és terítsd meg ezt a ma keresztfának erejével és áldásával, melyen a mi úrunk Jézus Krisztusnak a te egyszülött fiadnak legtisztább teste megfeszítetett, melyen megtörte az ördög erejét, nekünk szabadságot és örök életet ajándékozott. Úgy legszentebb uralkodunk a te egyszülött fiad, anyunk Jézus Krisztus kiszenvedésére, drága vére kiutására és illető halálára, minket ő a te és a te legszentebb lelked gondolkodásával, a mi üdvösségünkért a keresztfár önként elszenvedett, és mi által, ó kezdet nélküli atya, a keresztfát, mely azelőtt a bűnösök és gonoszterők szégyenletes fenyítő eszköze volt, áldottnak, szentnek, elevenítőnek és vétkeink bocsánatára szolgáló jelnek választottad át. Töredelmséggel kérünk téged, kőd le keresztjelre, legszentebb lelked malasztját, és áld meg, és szenteld meg azt, és add, hogy a kereszt félelmetes és retteget jelvén legyen minden látható és láthatatlan ellenség előtt, és biztos fegyver minden ördögi megtámadás és gondolat megkiusítására és előzésére. Népednek pedig szolgáljon hathatós oltalmára, a hídben való megszilárdulásra, a reménység támasz a gyanánt, a harcban győzelmül, az erények gyakorlásában vezér csillagul. Mindenható atya, esedezünk hozzád, hajtsd füledet azokhoz, kik a keresztjel előtt téged imádni, és hozzá könyörögni fognak, és bőkezűleg teljesít üdvösségükre szolgáló összes kérelmeiket. Valamint kereszt által szabadítottad meg a bűnkározatából a világot, azonképpen ad, hogy dicsőséged előmozdításán fáradozóan a szolgáid, kékek keresztjel, élő hittel felújították, a te kedved fia keresztjének erej által, a bűn ingerei felett mindig győztesek maradjanak. Ajándékod nekik mennye is földi javaidat, oktasd őket szent keresztedben minden jóra, és beszéled a mennyei korona elnyelésére. Mert te vagy a megszentelés útforrása, minden jónak bőkezű tanulmányozója, téged is védünk, Atya, Fiú és Szentlélek, most is mindenkor is örökön, Yeah.
A világosság a sötétségben világoskodik, de a sötétség az fel nem fogta. Vala egy ember Istentől küldetve, kinek János vala a neve. Ez bizonyságul jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindnyájan higgyenek ő általa. Nem vala ő a világosság, hanem hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Igaz világosság vala ez, mely megvilágosít minden e világra jövő ember. E világon vala, és a világ ő általa lett, és a világ őt meg nem ismeri, tulajdonába jövede övébe nem fogadák őt, valamennyien pedig befogadák őt, hatalmat adott nekik, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, kik az ő nevében hisznek. Kik nem a vérből, sem a test ösztönéből, sem a férfiú akaratából, hanem az Istentől születtek. És az ige testé lett, és mi köztünk lakozott, s láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyetlen szülöttének dicsőségét, telve malasztal és igazsággal. János bizonyságot tűn felőle, és kiállta mondván, ez az, kiről mondottam, aki utánam jövendő előttem lett, mert előbb vala nálamnál. És az ő teljességéből vettünk mi mindnyájan malasztot malasztért, mert a törvény Mózes által adatott. A malaszt és igazság Jézus Krisztus által lett. Oh,
életével most és mindenkor és örökkön örökké. Dicsőség neked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség neked! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Adj áldást, Uram! Krisztus igaz Istenünk, ki tőlünk a mennyekbe dicsőséggel felemelkedett, és az Atya Isten jobbján ül az ő legtisztább anyjának imái által. Szent dicső és mindenek fele dicséretes apostoloknak, aranyszájú Szent János Konstantin Nápoly főpüspökének, Szent és Isten illetségű atyáinknak, boldog Tudor felszentelt vértanúnak és minden szentjeinek esedezés által. Könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Szentséges főpásztorunk Ferenc pápának adjunk erőt, egészséget és áldást számos éven át. Püspöknek és Gyula érseknek adjunk erőt, egészséget és áldást számos éven át. És áldás számos éven át. Isten áld meg a magyar, jó kedvel és éven, úgy papnak és egyház községének, és hát ugye Miklós atya beszédében nem dicsekedett, nem akarom a kenyeredet elvenni, Robi atya, de 20 évvel ezelőtt itt volt a primíciája, az első liturgiája, úgyhogy adja neki meg az Úristen, hogy még sokáig bosszantja a híveit, és tegyen jót egyházunk számára, és hát
adja meg neki azt is, hogy nagyon sok örömet eljen az elkövetkezendő 20, meg 30, meg akárhány évben. Bár egyházi szempontból a 20 év nem annyira kerek, mert ugye mi ez is misét szoktunk 25 évesen tartani, de azért a 20 az kerekedik, a 2-es is, meg a 0 is. Úgyhogy Isten éltessen tégedet is, kedves családodat is, és téged is, Robi atya, a számos gyerekeddel, feleségeddel együtt számos éven át. Körülmények között hogyan indult itt, milyen lelkülettel indult itt az egyház élet itt Belegdéden? Kicsit a politikai helyzetre utalok. Ugye hát tudjuk azt, hogy egész Európa, talán egész világ teli volt abban, hogy Gorbi milyen más politikát kezdett, és hogy alakultak a dolgok 86 után, vagy 88 után a Szovjetunióban. Ez érződött lassacskán, tulajdonképpen az, hogy a görögkatolikus egyház is megkezdi a működését. Valamikor talán mondtam is interjúban azt, hogy maga az a szó, hogy az illegalitást megkaptuk, az azt jelzi, hogy tudtak rólunk. Tehát, hogy voltak ott valahol, és akkor na, engedjük meg nekik, hogy mozogjanak. Úgyhogy 88-ban itt már úgy kezdtek körülnézni a kurátorok. Halovács Jani bácsinak a nevét föltétlen meg kell említsem, mert utazgattak és nézegettek. Említette a Róbert atya, hogy Ricinkó János atya, boldog emlékű, most már nincs köztünk, ő volt az első, aki már 89 karácsonyán, mert akkor még a Julianus naptár szerint, tehát januárban, ő már jött ide gyóntatni, itt a szomszédos házba, és végzett egy szent liturgiát. Tehát az aktív görög katolikusok, azok, akik Beregszázba jártak a római katolikus templomba, azok már szervezkedtek. Aztán történt egy olyan dolog, hogy a pópával összeveszett a kántor bácsi, Kosztyó Gabi bácsinak a nevét is, hadd említsem meg, és akkor ő kivonult a templomból. Minden pap tudja azt, hogy a kántor után egy bizonyos réteg is kivonul. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy 89, hát januárja után már itten kezdtek szerveződni. A nagy hetet, 89 nagy hetén, amikor itt nagy csütörtökön a kínszenvedési evangéliumot végezték még az ortodoxok, akkor ugyanabban a szomszédos házban, itt Meggyesi babunak a házában, Ricinkó Jani bácsi végezte a szent liturgiát, gyomtatott, és aztán szombat éjjel eljött és megszentelte a pászkát. Úgyhogy az első kapavágás ez volt. Utána következett május 6-án Tisza újlakon kaptuk vissza a templomot, és Kerényi Gyuszi bácsi, aki vérkaparti öreg diák volt, és együtt tanult a Kortotai Elemér bácsival, megkérdezte, hogy öcsi, mert ez volt ugye Elemér bácsának a becenéve neve, hogy öcsikém, nálunk mikor lesz ilyen? És Elemér bácsi visszakérdezett. Készek vagytok? Készek vagyunk. Szóval jövő vasárnap Beregszázba leszünk. Tehát innen indulok egy kicsit messzebbről. Ez volt május 13-án, és utána június 26-án. Érdekes mód, hogy Beregszázba engem küldött, és én mondtam az első liturgián, ide nem engedett, mert forrongott a levegő, vitatkoztak egy kicsit, a pópa nem akart simán elmenni, volt itt még olyan is, hogy a templom kulcssal egy nénit megütöttek, hogy felszerepett itt a fejbőre, meg szóval nem volt nyugodt a légkör is, ezért Elemér bácsi akart az első liturgiát, hogy ő végezze. Ez a templomba volt, a dédai templom, dédai temetőbe, bocsánatot kérek, és akkor szeptember végéig ott voltunk. Muszáj vagyok még egy nevet megemlíteni, Dalmai Árpádnak a nevét, mert ő volt akkor itten a járási vezetőségnek a helyettes elnöke, Ivancsó
keresztnevére nem emlékszek sajnos, ő volt a Ivancsó Iván volt a beregszázi vezető, megegyeztek, hogy ő elmegy szabadságra, és akkor a dédai meg a jánosi templomra adjuk ki az ukázt, hogy adják vissza a görög katolikusoknak. Még meg is beszéltek, ez most egy kicsit olyan felnyitom a titkokat, hogyha valami baj lesz, azt mondja, akkor én majd visszajövök és rendezem. Úgyhogy Dalmai Árpádnak az aláírásával jelent meg. Az első liturgiát itt még megzavarták, még le volt pecsételve. Akkor mi már tudtuk, hogy a temetőben nem fogunk végezni, mindent áthoztunk ide, nem engedtek be a templomba, de a templom udvaron azért megtörtént az első liturgia. Történelmi pillanat, mert azt lehet mondani, hogy az egyház megyének a nesztora, az Bendász Pista bácsi, a legidősebb papja, az egyház megyének a teológiai professzora, dr. Ortutai Elimér, és én egyike a legfiatalabb papnak, akkor 1990-ben én egyike voltam a legfiatalabbnak, itt végeztük a Szent Liturgiát. Most is szól a harang, amikor befejeztük a liturgiát, elmentünk ugyanahhoz a megyési babuhoz egy kis ebédre, egy kis agapéra, egyszer csak halljuk, hogy megszólal a harang ebéd közben. Felálltuk, abba hagytuk az étkezést, és átjöttünk a templomba, és akkor itt beindult tulajdonképpen az egyház élet. Itt az egyik kedves hívem mondta, hogy igen, így visszaemlékezni, és azt mondani, hogy minden szép, meg hogy fejlődik. Én nagy örömmel mindig egy kicsit olyan szívfájdalommal is jövök ide, de viszont tényleg az volt a feladat, hogy itt megőrizni azokat az embereket, akik megőrizték a templomot, mert a templom nyitva volt végig kommunista időben, behozni a templomba azokat, akik a római katolikus templomba jártak Beregszázba, és természetesen behozni, akik nem jártak sehová se. Tehát ilyen három kategória volt, akiket meg kellett békéltetni lassacskán, aprólékos munkával és nagyon-nagyon sok imádsággal.